Nem sietnél már, Clark? Lefagynak a golyóim. 250 sor égő. Mindegyik sorban 100 darab égő, ami összesen 25 ezer villogó importolasz égő. Remélem, senki ismerős nem jön erre, és nem látják, hogy itt állok a ház előtt egy szál pizsamában. Ha ismerik az apádat, senki sem gondol rosszra. Gyújtsd már fel, apu! Felajánlom ezt a házat a Griswold családi karácsonynak. Doppergést kérek. Doppergést. Él a karácsony! Gyönyörű, Clark. Csak elszúrtál egy csomó pénzt, ha? Remélem, a gyerekek is látták, milyen buta pénzkidobás volt. Keményen dolgozott, Nagyi. Ahogy a mosógép is. Na. Menjünk be a melegre. Clark kicsim. Menjetek, én ezt el tudom képzelni, és ez szívszorító. Kösz, anya. Valószínűleg rossz egy égő, fiam, tudod, ha egy kiég, akkor a többi sem működik. A helyedben én... Ezt nem értem, én átnézném apa. Mindet, és ha kell segítség, akkor fönt alszom, szólj. Kösz. Sajnálom, apu. Jól néz ki, még ha nem is világít. Köszönöm, szívem. Nos, apu, szép próba volt. Kösz, Rasz. Rasz? Igen? Megnéztünk minden égőt, igaz? Igen. Igen, biztos vagyok benne. Igen, igen, én is. Lehet, hogy fel kéne mennünk, kisfiam. Ne, mennyi az idő! Le kell feküdnöm, fogat mosni, leckét írni, a malacot is meg kell letetni, elmosogatni, autót mosti. Clark, ne maradj sokáig.